Sziasztok! Macukei vagyok. Ez a videó ismét egy vlog, csak szerettem volna egy kis élménybeszámolót is hozzátenni, mivel hogy bár a vlognak a londoni részében elég durván sokat beszéltem arról, hogy mi milyen volt, meg hol voltunk, meg stb. A vlog második részében, ami viszont a környéket mutatja be, meg minden, ott nem nagyon vlogoltunk. Ja, de inkább kezdem az elejétől, mert ez így nektek most semmit nem jelent, amit eddig elmondtam. Szóval ez a vlog a következő szabadságomon készült, mert mint azt tudjátok, az előző vlog, ami felkerült a csatornára, nagyon régi, szóval az 2021 novemberi, mivel sajnos attól a ponttól kezdve nagyjából egy hónappal ezelőttig nem voltam olyan állapotban, hogy leüljek és videózzak nektek. Ez a vlog sokkal jobb kedvben készült, és eszméletlen, exciting volt, nem tudom mi az magyarul. Nem tudok magyarul, gyerekek. Használjuk az élménydús szót, szóval egy nagyon-nagyon élmény szabadságom volt, és ezt szerettem volna a lehető legjobban dokumentálni nektek. Amiatt, hogy egyébként legyen lehetősége milyen dolgokat nektek dokumentálni, anélkül is, hogy nálam van az egyébként már 10 éves kamerám, és szegényként már nagyon nem viseli jól az életet, ezért beújítottam egy jobb telefont is, csak hogy a videó jó legyen. Majd légy szín, mondjátok meg, hogy milyen volt a minőség ebben a videóban, hogy tudjam, hogy jól tettem-e, hogy beújítottam egy jobb kamerás telefont, vagy nem. Nagyjából, amit én belenéztem, azt kell, hogy mondjam, hogy persze nem lesz egy Canon 70D minőség, de gyakorlatilag meg abszolút hozza azt, ami egy vloghoz kell. És hogy őszinte legyek veletek, néhol főleg az esti vlogoknál még jobban is érvényesült a telefon, mint ahogy a kamera tette volna. Ez az én véleményem, de mint mondtam, a ti véleményeteket is nagyon-nagyon várom, hogy mit gondoltok erről az egészről. Na de kezdjünk is bele a sztoriba. A vlognak az első része az egy újabb London vlog lesz. Ezt a mostani londoni élményt ezt nagyon jól elraktároztam a szívemben, mivel hogy volt lehetőségem ismét látni a kedvenc zenekaromat, aki ugyebár a Palais Royal. Aki nem ismeri, nézen utána, mert nagyon király rock and roll zenét játszanak, néha átmennek egy picit creepybe, néha egy picit poposabb, igazából minden van, tehát biztos, hogy mindenki fog találni legalább egy dalt, ami tetszeni fog nekik. Nagyon-nagyon vártam már, hogy végre menjek egy koncertre, mivel ez volt hát a második koncertem, mióta ugye volt az egész Covid ceremónia, meg minden. Az első az egyébként egy Acetus koncert volt, akik ugyebár brightoniak, és mielőtt visszatértek az első amerikai turnéjukra, illetve az első ilyen fesztiválos szezonjukra a Covid után, csináltak egy próbakoncertet Brightonba, amire sikerült elmennem, és az is nagyon-nagyon király volt, de az, amit a Palais Royal művel élőbe, esküszöm, ha még nem is szeretitek, is érdemes elmenni megnézni. Mi egyébként a második emeleten voltunk, amit tudtam volna budizni, szerintem legalud is, de én annyira félek az emberektől, meg minden meg mindig, hogy ott el voltam én ott fent, hogy nem volt körülöttem igazából senki, csak a barátaim, szóval az elég jó volt. De ez most totál lényegtelen, mivel hogy pont erről a részről nagyon-nagyon sokat beszélek a vlogban is, szóval nem fogom leszpoilerezni, mi lesz ebben, szóval egyszerűen csak nézzétek, és ha tehetitek, nézzetek rá a Palais Royalra, mert zseniális arcok. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, és akkor itt kezdődik a London vlog. Legyetek jók, és majd még találkozunk, mert úgyis popázni fogok a videó többi részében is, majd csá! Sziasztok, nem tudom, hol nézek, hol láttok? Itt? Ha oda nézek, látnak? Sziasztok, Macukei vagyok a pizsamámban éppenséggel. Megyünk Londonba, csak szerettem volna most jobban beköszönni, mert az előző videóban annyi van, hogy megyek Londonba, és akkor elkezdődik a videó, és mondom, hát az ugyannyira nem király. Ez a koncert sminkem, azért nincs még rajtam a szemüveg, mert szerettem volna nektek megmutatni. Igazán izgalmas, ha okernek itt látom a fején az izgalmat egyébként. Még be kell pakolni? Hát nagyjából be vagyunk pakolva, csak egy csomó dolog az olyan, amit használtam még most. Szóval azt még meg kell csinálni, még enni kell, és utána megyünk. Ja nem, ezt akartam még elmondani, hogy ez tök jó, hogy így felraktam ezt a abszolút egy gyönyörű sminket. De megmutatom, mekkora a paletta, amivel csináltam, ezt tegnap előtt vettem. Jó, az picit retkes, szerencsétlen. Szóval vettem ezt a csodálatos palettát, és ebből használtam ezt a fashion színt, a Viral-t, meg az Airbrush-t. Szóval ez tök jó, meg minden. Igen, egy gyönyörű és szöszös a felsőm, engedjétek el. De ezt nem tudom magammal vinni, főleg nem egy napra. Szóval, ha ez a sminkem szétfolyik, akkor ez van. És a koncert este 9-kor van, most meg egyébként, nem tudom, 10 óra van. Szóval, ja, ez nagyon érdekes lesz, nagyon érdekes lesz, nagyon okos döntés volt, abszolút. Nem viszek kamerát, így fog remegni a kezem, meg minden, ez gyönyörű lett, de azért vettem ezt a telefont, mert Janiék halálra dicsérték, hogy mennyire csodálatos ez a kamera ebben a telefonban. Szóval meglátjuk, hogy tényleg csodálatos-e a kamera ebben a telefonban, mert ez lesz velünk egész nap. A terveink nem mások, minthogy. Felszállunk a vonatra,
Utána elmegyünk a Forbidden Planetbe megint, utána pedig megyünk is a koncertre, szóval nem lesz olyan sok, nem tudom, hogy miből lesz majd egyébként vlogolni való, mert ugyanott van a szállásunk is, meg minden, szóval a környéken nem akarok vlogolni, mert akkor ugyanaz lesz, mint az előző volt. Á, gyerekek, youtuber problémák. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, valami biztos lesz belőle. Amúgy is ilyen porú, szóval, hogyha nagyon rövid lesz ez a videó, akkor csak hozzávágom majd a porús részeket, szóval valami lesz belőle. Az a lényeg, menjünk! Hauker már most alkot, gyerekek. Te ne nézzél! Miatt a késünk. Mert ő úgy döntött, hogy felfedezzük Brightont, ahelyett, hogy mennénk az úton, amit ismerünk. Ölünk a vonaton. Egy kicsit érdekes volt. Le van zárva fel az állomásnak, szóval emiatt nem tudtam most nektek ilyen shotokat csinálni a helyről. Kussolja! Ja. Nem tudtam nektek shotokat csinálni a helyről, de úgyis az előzőben benne volt, szóval tök mindegy. Ja, és most megyünk. Izgalmas volt a reggelünk, hála Hofkernek. Pontosan tudtam, hogy merre megyünk, csak te voltál beszélni. Csak mondom. Nem tudtam, merre megyünk, ő maga mondta, hogy nem tudja, merre megyünk. Szóval tudtam az irányt, csak az utcán, amikor voltunk, meg nem voltam ott. De tudtam, hogy merre kell menni. Aha. Hol vagytok? Az Isten áldjon titeket, de rossz helyen vagytok. Itt vagyunk a hotelben. Ez kegyetlen. Én nem tudom, hogy tudnak az emberek Londonban lakni. Én már most síratom Brighton, de nem viccelek. Kegyetlen. Na mindegy, biztos falusi gyerek vagyok, vagy én nem tudom, de nekem ez fajd nagyon sok. Nem nagyon tudtam videózni, mert az az igazság, hogy rohantunk, és így is van egy óránk, hogy együnk meg, előkészüljünk a koncertre, és utána koncert van. Ja, megérkeztünk, elmentünk venni pár cuccot, amit egyébként be tudok mutatni nektek. Vettem őt. Puty. The Ways of the House Husband, aminek az animéjét nagyon-nagyon szeretem. Megvettem most már a kedvenc animémnek az egyik kötetét, nem volt csak az ötös, szóval ez van. Az ötössel fogjuk kezdeni. Aztán, mivel 3-4-2 akció volt rajta, ezért vettem a Jujutsu Kaisent, mert őszintén nem tudtam, mit vegyek, szóval ezért Jujutsu Kaisent vettem. És ezen kívül szereztem egy jobbit. Azt úgy szereztem, hogy bementem a kis ázsiai boltba, ami legutóbb is nagyon tetszett nekem, mondom, szétnézek, és így a szememben volt, és így jobbi telefonhoz mondom, de nem kell kétszer mondani, rohadtul nincs állványom telefonhoz, szóval tökéletes. Szóval köszönjük szépen, kis random ázsiai üzlet, hogy hozzásegítettél ez a termékhez. Ez a hotel, mindjárt körbe megyünk, hogy mi is van itt, már most szétpakoltunk, ami egyébként remek. Ugyanabban a hotelben vagyunk, mint legutóbb, ami nagyon vicces, mert a videóban szétszittem. De egyelőre tetszik. Szóval, mivel a harmadik vagy a negyedik emeleten vagyunk, ja, szerintem ez inkább a negyedik emeleten vagyunk, és nincs lift. Kegyetlen fárasztó ide feljönni, szóval muszáj lesz normálisnak lenni, és nem inni túl sokat. Mert ide nem fogok tudni feljönni, ha túl sokat itt. Az biztos. Viszont a hely maga jobban néz ki egyébként, mint az előző szoba. Előző szoba az pont alattunk van egyébként, ahol voltunk. Szóval az tök izgalmas. De nézzünk is körbe. Hauker befoglalta az ágyat, mint azt látjátok. Itt jöttök be. Itt van lepakoló. Itt vagyok én. Hello. Itt a fürdő az pont úgy néz ki, mint az előző fürdő. Itt nem tudom, mi történt. Ez nem tűnik tisztának. Mindegy, ezt már megszoktuk itt. De fel annyiba került, mint a többi hotel. Szóval innentől kezdve
tökre nem érdekel, őszintén, hogy néz ki. Nagyjából este 11-től leszünk itt, reggel 10-ig. És addig aludni fogunk. Szóval nem számít. Oké, menjünk tovább. Remélem értékelitek, hogy a hajam teljes egészében belefolyik a pólómba. Szóval nem is látszik, de egyébként eddig ér a hajam. Ezt az egyik kollégámnak vettem, mert nagyon szereti a Buffyt. Szóval ezt ajándékba kapja majd tőlem. Itt a konyha egy picit jobban néz ki, bár már szétpakoltunk, mint látjátok, itt van a kis fake jobbimnak a doboza, mert most pakoltam ki belőle. Hát ez a kedvenc mosogatóm ever egyébként, ezt így megegyezném. Szóval itt van egy kis hűtőnk megint, itt van egy kis sminkelőhely, utána itt lepakoltuk a kajánkat, a kilátásunk meg ugyanaz, mint legutóbb volt, csak magasabban. Szóval igen, ez ismerős lehet. Egyébként azok a lámpák ott nem csinálják azt, amit a videón csinálnak. Gondolom, csak nem tud valamit kezdeni a kamera, hogy ezt bevegye, és most nem fogom emiatt álligatni, hogy ott villog valami. Szóval ez a mi kis kilátásunk. Lehet még jobb is, hogy magasan vagyunk, mert ha túl hangosak lesznek a hotelbe, akkor lehet nem tudnánk tőle aludni. És ez volt a room tour. Megyek enni, megint vettünk egy sonyi szocsut. És utána meglátjuk, hogy lesz-e még időnk valamit pofázni nektek, valószínűleg nem. Szóval szerettünk volna venni valami pólót magunknak, meg ilyen ruha neműket, mindenféléket, mert nagyon meguntuk a ruhatárunkat, de semmit nem találtunk, szóval nagyon szomorúak vagyunk. Szóval én biztos, hogy veszek egy merchet, nem érdekel, milyen ronda a merch. Egyébként nem tudom, azt mondtam, hogy Palais Royale koncertre megyünk, amit már egyébként voltunk egyszer, ha valaki emlékszik. Nem tudom, hogy arról volt-e vlog, lehet nem volt. Fogalmam nincs. Na mindegy, szóval megint megyünk megnézni a Palais Royalt, mert ismét Londonban játszanak. És utána megyünk is haza, összepakolni, és boruljon másnap. Szóval, izgalom. Megyek enni. Nagyon éhes vagyok. Best sorozat a földön. Még mindig. Gyerekek, megtaláltuk az első problémát, ami lesz, amikor mi hazajövünk a koncertről pár szájder után. Szóval, mutatom. Én meg fogok halni. Van még egy az elő szobába is ez, ami egyenesen a fürdőbe vezet, és mint látjátok, azt se állítja meg, hogy ott van ez. Szóval. Fuck you, szőnyeg. Miért fogsz elkésni a találkozóról a Palais Royale előtt? Mert Big Bang Theory-t nézel a tévében, miközben Netflixen nézheted akármikor, és már láttad egyébként. Never mind. Mi a véleményed? Nem láttam a problémát. We'll be right back.